A világbajnokság után az Univerziádéről is aranyéremmel érkezett haza a kardozó Szatmári András, pedig, ahogy stábunknak nyilatkozta, nagyon tartott dél-koreai ellenfelétől. Ezúttal a tajvani Univerziádéről tért haza győztesen a kardvívó Szatmári András, aki a negyeddöntőben azt a dél-koreai Gubon Gilt verte, akit a világbajnokság döntőjében is legyőzött. Féltem attól az asszótól, mert mégis gondoltam, hogy ő is revanst akar venni. Nem éreztem annyira erősnek magam aznap, de abban az asszóban kifejezetten jól vívtam, és megjött az iklet, meg a magabiztosságom, és onnantól kezdve már nem volt nagyon kérdés, hogy nyerni fogok-e vagy nem. Bár az Univerziádé arany is kedves Szatmárinak, világbajnoki címe felbecsülhetetlen érték számára.